Húpé koboldok. Magyar hangok. Makai Sándor, Szabó Otto, Zsúrs Kati, Dobránszky Zoltán, Komlós András, Ábrahám Edit, Lakló Taladár, Szvetlov Balázs, Mánya Zsófi, Konrád Antal, Katona Júlia. A szinkron a Videovox Stúdió Kft.-ben készült. Forgalmazza a UIP Duna Film. Zene, Richard Kosinski, John Cerecke és William Levy. Fényképezte Adolfo Bartoli. Charles Band ötlete alapján a forgatókönyvet Michael McGann és Ted Nicolau írta. Rendezte Ted Nicolau. Becses nevem Mike Dennehy. Isten hozta önöket elvarázsolt erdőmben. Remélem már megcsókolták Blarney kövét, úgyhogy elhiszik majd, amit mondani fogok. Hogy hívnak, úrfi? Andrew. Ó, nagyon szép neved van, Andrew. És Andrew hiszel-e a tündérekben? Aha. Ó, remek legény vagy, igen. Nos, a buszt ide lent hagyjuk, és ahogy illik, felgyalogolunk a tündérhegyi kastélyhoz, és ha szerencse mellénk áll, megeshet, hogy láthatunk egy-két koboldot is. Na, jöjjenek! Nem hisznek nekem? Hát az a maguk baja. Mert aki nem hiszi, nem is látja meg őket. De ők meglátják ám magukat. Úgyhogy azt ajánlom, csak udvariasan a koboldok erdejében. Dunsmore vára a középkorban épült, de még a múlt században is építettek hozzá. Én William Rafferty őlordságától kaptam meg a várat, de nem a rokonom. Jó ideje vagyok már én itt a gondnok. Csak utánam. Elvarázsolt erdőnkben táncoltam a tündérekkel és a királynővel Mévvel. Együtt zenéltem a koboldokkal, tudják, a föld alatt lakó rossz csontokkal. Láttam Pukát, a fekete ménként megjelenő lidércet, aki halált hoz az utazókra. És hallottam Bánsit kiáltani egy szerettünk halála előtt. Maradjunk együtt, kérem szépen! Ezek a kövek így állnak már itt 5000 éve. Védik a koboldok otthonának bejáratát. Jöjjenek és hallgassák meg! És talán meg is hallják, hogy muzsikál Kevin király és a koboldok. Én hallom, apu! Hallom őket! Vigyázz, fiam! Kígyók is lehetnek ott! Á, nincs egy szál kígyó sem Írországban. Szent Patrik már tett róla! Nos, hát, akar valaki itt éjszakázni?
érezni a koboldok varázslatát. Hallani Finn varázsikóját, a halottak királyát, amint elrepül a gonosz szellemek élén. Hát akkor menjünk vissza, még napvilágnál. Boyle építőipari vállalat. A bizottság úgy sem engedi az Idenehinek az építkezést. Micsoda kövek? Láttam már ilyen köveket. Eltűntek egy éjszaka alatt. Eltűntek? Ezt hogy érted? Varázslattal? Nem. Buldózerrel. Ne. Ez nem igaz, ugye? Hey, oda néz! Mi történt veled? Mi a fészkes fenét keresnek itt? Milyen jogon hatolnak be az én birtokomra? Bocsánat, ha megijesztettük, uram. Csak térképet készítünk Mr. Denehinek. Én vagyok Mr. Denehi. Nem hívtam magukat. Itt van a megrendelője, uram. Itt tényleg Denehi áll. De a napnál világosabb, hogy ez nem én vagyok. Ó, értem. Ez a Mr. Denehi Amerikában lakik. Ó, kapizsgálom már. A maguk Denehi-e John Denehi, a fiam. Igen, annak kell lennie. Neki viszont se oka, se joga ehhez a birtokhoz. De a mozgás kotródjanak, mielőtt még a lábammal mutatom meg az utat. Rendben van, uram. Hamarosan jelentkezünk. Nem ajánlom. Írország. Hello. Hello, hello, Johnny! Apa, hogy vagy mindig? Remekül, fiam! Te hogy vagy? És Sarah, az apró népek? Mindenki jól van, apa, mind jól vagyunk. Kérdeznék valamit, Johnny. Két hivatalos fickó jött ma ide. Térképet akartak készíteni a Tündérhegyről. Milyen térképet? Tudod a nevüket? Azt mondták, hogy te bíztad meg őket. Ott volt az aláírásod, elolvastam. Ó, nem a buták. Ez biztos tévedés, apa. Rossz címre mentek ki. Rossz címre? Neked van birtokod erre felé? Azon vagyok, hogy legyen. Kidolgoztam egy pompás tervet. Nincs ok aggodalomra, majd én mindent elintézek. Hát, ennek örülök, fiam. Figyelj, apa. Sarával arra gondoltunk, hogy már nagyon régen nem láttunk. Ha, igaz, ami igaz. Szóval, volna kedved? Volna kedved átjönni ide? Ó, Johnny, ez a leghőbb vágyam. Remek. Küldjük a jegyet. Itt leszel, amilyen gyorsan csak lehet. Ó, amikor csak akarod, ha belehalok is. Szeretlek, fiam. Én is szeretlek, apa. Szia. Viszlát! Thank you.
Szerencsés jó estét neked, Michael Dennehy. Neked is, Patrick. De hol a komád, Flynn? Flynn? Flynn! Egy perccel ezelőtt még itt volt. Flynn! Flynn! Merre vagy, Flynn? Vigyázz! Hadd már fel ezekkel! Kérlek! Sajnálom, uram, bocsánat! Hadd segítselek! Bocsánatért esedezem! És minek köszönhetem a megtisztelő látogatást? Éljen a királyi fölség! A szent arany őrzője, az erdők ura, Dingleberry-től nyugatra, Skiverdin öt barlangjának jegyura, minden királyok királya, Kevin a bolondok királya! Nézd, nézd, nézd! Királyi fölség, jobban mondva alacsonyság. Már megint kezded az ízetlen tréfáidat? Mit mondott a törpe, amikor leesett az ágyról? Nem szeretjük a törpe vicceket. Ők is az apró néphez tartoznak. Vigyázz a nyelvedre, Michael Dennehy! Nem érdekes fel ő felségét. Nem akarom én megsérteni, csak egy kicsit sértegetni. Ő alacsonyságát. Nos, akkor kap meg te is a magadét. Hány magas ember kell a tűz meggyújtásához? Ja. Na, mennyi? Öt! Ez nem is vicc, és semmi értelme. De engem megnevetted? Mivel szolgálhatok? Egy csésze teja, vagy egy kis gyomorerősítő? Én kérek egy gyűszűnyi gyomorerősítő. Igenis. Teát, nekünk teát. Köszönjük. Rendben. És Fincsi friss süti? Süti! Süti, kérek! Nos, látogatásom okáról. Halljam, mi volt az a Grimbusz ma délután odakint? Semmi, sikirályom, egy kis félreértés. Fegyver is volt náluk, fölség. El akarták rabolni a királyi követ. Jézusom! És az igaz, Michael, hogy a fiad John Dennehy parancsol nekik? Magam beszéltem Johnnyval a telefonon. Nincs ok az aggodalomra. A színüket se látjuk többé. Biztosítasz a felől, hogy nem törnek az életünkre? Összeesküvőnek néz engem fölséged. Hát nem én, Mike Dennehy tisztítottam meg a tündérek ösvényét. De te voltál, Michael, és megbízható társunk voltál mindig is. Na látja, akkor muzsikáljunk, örüljünk a szerencsémnek. Milyen szerencse ért ember? Megyek Amerikába, és meglátogatom a fiamat, Johnny-t. Oho! Amerika! Bizony, nézzétek csak! Johnny elment Amerikába szerencsét próbálni, és megtalálta! Ilyen boldog család nincs még egy a földtekén. Ó, cimborák! A szívem teli tallal! Őszintén gratulálok, Michael. Na, elő a hangszerekkel! Nem kell mindjárt az ördögöt a falra fekteni. Ellátjuk a magas népek baján. Hátrább az agarakkal. A magas népek se bolondok. Ha, ha, ha.
Rosszat sejtek. Valami rosszat forralnak. Királyi szavamra én a végére járok. Végére. Ezért úgy döntöttem, hogy követem régi barátunkat, Michael Dennehy-t, és elutazom vele a messzi Amerikába. Amerika! Hogy magam lássam, fia John Dennehy mit akar? Hogy megvédjem, és hogy kobold jó szerencsével járjon barátunk, Michael! Michael! Éljen! Hölséges király! Ilyen hosszú útra még sosem kelt kobold király. Meg lehet. Katasztrófa éri királyi varázs erődet. Megkérdem erről a törvénykönyvet. Jól mondod, fővarázsló. Kérdezz csak meg. Mi lesz a fény és sötétség egyensúlyával, fölség? Ki fékezi meg Finnvarra gonosz szellemeit? És ki uralkodik a tündérhegyen távollétedben? Válasszunk trónörökös, de az anyjomban! Jézusom! Ki kocsogta el a tündéreknek? Titkolódzunk a tündérek előtt? Ez a koboldok belügye. Ne avatkozzatok bele! Minden, ami itt történik, az ránk is tartozik. És ha a magad fajta az új világba megy, én is megyek. El kell a segítség oda át is. Hogy mersz így beszélni velem? Én vagyok a kobold király. Ide figyelj, te vörös képű Gégerli. Ha te mész, én is. Te vén kobold, de beképzelt vagy te. De a vállalkozásod kudarcba fullad. Ha nem segít egy okos tündér. A törvények nem tiltják az utazásodat. De ha te mész, veled tart Finnvarra és a gonoszok. Igen, ez itt a baj. Nincs semmi baj, amíg ez a döntés ki nem tudódik. Amit Finnvarra nem tud, az nem mérgesíti. Igen, jól mondja a fölséged, mármint tündérlétére. Akkor én indulok. Aztán jövök, amikor jövök. Nem sokára itt leszek, 1 hét, 10 nap. Talán 2 hét múlva. Majd küldök képes lapot. Na hát, indul a repülőm. Isten veletek, apró népek. Itt jön végre. Készen álltok? Igen. Parancs, fölség.
Amikor szólok, egyszerre ugrunk, igen? Pont a királyság legmagasabb hegyéről királyi fölség. Félek, a gondolatától is kirázott. Jó, megcsinálod, fiam, hiszen kobold vagy. Hejhó, rajta, igen! Ó, semmiség, fiam. Csináld úgy, mint a tündérek. Szárnyam! Megérkeztünk a denveri repülőtérre. Kérjük, hogy addig maradjon a fülőhelyükön, amíg a gép teljesen meg nem áll. Köszönjük, hogy velünk repülnek. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat Denverben. Apa! Apa! Johnny! Apa, de örülök neked! Hát még én, hogy örülök, Johnny fiú! Sarah! Apuka! De fiatalos! Mikey! Te megnőttél, kis unokám! Valójában a koromhoz képest kicsi vagyok. Szia, nagyapa! Melanie! Haj, te! Gyere, apa, menjünk haza! Hát ez az! Ott a szobám! Na hát, tényleg! És bővebben? Ó, takaros kis ház, tényleg, fiam. De... nagyon jól mutatna itt egy kis virágos kert, nem gondolod? Igen, lehet. De tudod, itt nálunk nincs annyi eső meg virág, mint otthon. Ó, értem, de virágok hiány nincsenek tündérek se, és tündérek hiány kivigyáz a családra. Nincs szükség tündérekre, vannak zsaruk. Na gyere, apa. Nem tudnál kedvesebb lenni? Kiráz a hideg, tündérek meg virágágyások. Mikey szeretné, ha vele laknál. Ó, Istenem! Még ez is. Tessék, apa, megérkeztél. Most magadra hagyunk egy kicsit, pakolj ki nyugodtan. Aj, az Isten megáldjon, fiam! A 700-án! Szerencsés jó reggelt neked, Michael Dennehy! Királyi fönség, Maeve királynő, de mit keresnek itt? Hát, de ugye az úgy történt, hogy... Na, majd én elmagyarázom. Az úgy történt, magunk hogy... magunk is Amerikába akartunk utazni, amikor hallottuk, hogy jössz, és elhatároztuk, hogy veled tartunk, hogy a tündér szerencse el ne hagyjon. A kobold szerencse! Jó mondja, fönséged! De ne higgyék, hogy nem örülök, de ismerem az apró népeket már jól. Persze maradhatnak, ha akarnak, de nehogy a szeretteimen próbálják ki azt a fránya varázs erejüket. Ki? Én? Ilyet még nem pipáltam. Ne bosszantsa ő felségét! Csak azért mondom, mert ez itt nem az én szobám, hanem Mikey unokámé. Nem tudom, hogy hol aludhatnának, de talán valahol az Eresza. Akárhol, csak itt nem. Ne, csak semmi varázslat, fölség. Mr. Boyle, John Dennehy. A probléma megoldódott. Most egy darabig nem lesz otthon. Küldje a földmérőket, dolgozzanak. Minél hamarabb kész vannak, annál jobb.
Ez a pörkölt fölséges. Anyuka receptje. És apa, hogy mennek a dolgok a Tündérhegyen? Pompásan, Johnny. Nagyon boldog vagyok ott. Nem túl magányos olyan messze a civilizációtól? Magányos? Ó, dehogy, fiam! A turisták, az apró népek, annyi barátom van, hogy az már sok is van. De a törpék, mondjuk ki, apa, nem is igaziak, csak a képzeletet szülöttei. Ők olyan igaziak, mint te vagy én. Emlékszel, Mikey, te is láttad őket valamikor? 2 éves voltam, nagyapa, oktalan gyermek voltam. A képzelet szülöttei vagyok. Ne, kérlek, ne csináljátok! Apa! Hey, fricskák neki! Mi ez? Ó, John, mit csinálsz? Nem tudom, a villám megcsúszott, nem tudom. Most mit szól, felség? Egy kis varázserő, már is vigadunk. Fogd még az erőm. Elég legyen, most vendégek vagyunk. Milyen vendéglátók ezek? Ők maguk itt lakmároznak, de egy morzsát se löknek az apró népeknek. Én éhes vagyok, megennék egy bögjöt. Ó, ami, ami. Hozzá nem ernyúlni. Tűnést egy nyomban! Mami, a kenyerem sétált magától. Egy pillanat, drágám. Apa, apa, jól vagy? Jó, Johnny fiú. Miért kérdez? Az előbb az asztalhoz beszélt. Én? Na nem mond. Hát ez... Prima egy asztal. Kemény fa. Botticelli a tavasz. Jó. Rembrandt? Éjjeli őrjárat? Remek. Vincent Van Gogh, napraforgók. Ó, okos lány. Degas, a táncos nő. Ó, brilliáns. Na hát, mi legyen? Zene? Mese a kandallónál? Mese, nagyapa! Hát ne most, kicsim, dolgozzunk. Munka? Estére jár. Családi szórakozás, édes együttlét. Együtt vagyunk, apa, és ez a szórakozásunk. Igen, nézd csak, apa. Moni, vízi liliomok. Vincent Van Gogh útciprusokkal. Okos vagy. Melyik év? Á, bocs, mami, elfelejtettem. Nem baj, kicsim. Látja, már átvettük a reneszánszt és az impressionizmust. És holnap kezdjük el venni a nagy szürrealistákat. Lenyűgöző. Jól van. Elég a művészetből. Ezt hallgasd meg. Egy kis matematika mell? Ne, fáradt vagyok. Inkább a Szezám utcát szeretném színezni tovább. Ó, ugyan, kicsim. Csak 10 percet matekozzunk. Hogy, hadd színezzen egy kicsit, John. Most látod, ihlete van. Drágám, elég a művészetből. Megegyeztünk, hogy egyensúlyt tartunk a jobb és bal félteke között, hogy ne kövessünk el hasonló hibát, mint... Jól van, lássuk meg. Többre akarsz jutni, ugye? Többre? Hova? Hát a tudományokban, kicsim. Sikeres felnőtt akarsz majd lenni, nem igaz? Na rajta, mutasd meg apának, hogy mit is tudsz már. Mondd meg, mennyi egy, meg egy. Pisi. Nem, drágám. Kicsim, ez itt az egyes szám.
Jól van. Mennyi? 2 meg 2. Kaki? Hogy már? Jól van, menj játszani. A mami kifárasztott a képekkel. Hát te meg mit csinálsz, Mikey fiú? Remélem játszol. Egy tudományos értekezést írok. A földi élet kataklizmás végének 5 lehetősége. Úgy, mint a tökvíz, a bubópest is, árvíz, meg ilyesmi? Nem, ökológiai katasztrófa. Üstökös becsapódás, a fekete lyuk, a tejút ne savanyodik. Szerinted melyik lesz az, Mikey? Van egy fekete lyuk a galaxis közepén, nagyapa. A Föld minden kétséget kizáróan bele fog zuhanni. Pár trillió év múlva ír magunk sem marad. Hát igen. Mikey, amíg ez be nem jön, addig is mit szólnál egy barátságos patkódobó versenyhez? Mi? Köszönöm, nagyapa. Kicsit ózsdi már az én generációmnak. Én meg ezt szeretem csinálni egy ilyen szép estén. És jó reggelt neked, Fönség! Név királynő! Látom, kiváló szállás helyet találtak. Szerintem viszont kicsit zsúfolt. A koboldok folyton ficergnek. Semmi pánik, nem sokára lesz itt kert az apró népekinek. Már meg is van a tervem. Hoztam magammal virágmakot is, nem bíztam a véletlenre. Olyan tündérkertet varázsolok én itt, hogy csodájára járnak. Hát csak ne aggódjanak, fölségtek. Lesz itt ágyacska koboldnak, tündérnek egyaránt. Jó reggelt, apa. Ó, jó reggelt, Johnny. Üdv, Boys. Jó reggelt, John. Volt az édesapám Michael Dennehy, apa a szomszédunk Dr. Wozniak. Örülök, hogy megismertem. Én is ugyanúgy. Boys nagy menő pszichiáter. Valóban? Ügyes, nagyon ügyes. Én mondom. Rajta ne kapjon, hogy törpékkel beszélsz, mert akkor kényszerzubbonyt kapsz, igaz, Boys? Bellevue kórházban nem használunk kényszerzubbonyt. Munkába kell mennem. Igen, igen. Nekem 8-kor van értekezlet. Jó napot. Még találkozunk, Doki. Mit csinál, apuka? Kertet ültetek az apró népek örömére. Segíthetünk? Mi az, hogy megköszönném. A magok, Melanie. Ha ügyesen ülteted el őket, pompás otthonuk lesz az apró népeknek. Honnan vannak, nagyapa? Ó, honnan? Hát a tündérhegyről. Ajándék a tündérkirálynőtől. Ó, hát ez kedves tőle. Sara, még most is festegetsz, mint az előtt? Nem. Régóta felhagytam vele már.
És miért hagytad abba? A tehetség nagy ajándék. Igen az. De annyi más fontos dolgom van. Itt van John, a gyerekek, meg a ház. Nem nagy veszteség. Nem én voltam a következő Rembrandt. Te mit csinálsz, anya? Na, mit gondolsz? Rendetlenséget. Kimegyek a parkba. Pompás ötlet. Elvihetnéd a hugodat és a nagyapádat. Oda? Ugyan, Májki. Nagyapád szívesen sétálna. És így legalább nekem is lenne egy-két órám. Hát igen, ajánlatos jóba lenni az apró népekkel. De soha se fogadjátok el az ételüket. Egy harapás és örökre a tündérföld rabjai lesznek. Ez nagy ostobaság. Te is tudod, Michael Dennehy. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem az. Engem nem veszel rá, hogy megegyem. Hangosan beszélsz magadban? Hallottad ezt? Felháborító, ahogy a nagyapjával beszél. Csak egyetlen módon lehet megszabadulni a tündérfogságból. Le kell önteni tejjel. Át kell ölelni és teljes erővel tartani. És ne törődj azzal, hogy netán szörnyűséget látsz mindeközben. Ne ijeszges, nagyapa. Nem akartam, sajnálom. A tündérek sose bántanak egy ilyen kedves kislány. Nagyapa, nyugi! Hogy mit csináljak, Mikey fiú? Szia, Dennehy. Szia, Ben. Jössz focizni? Nem. Máskor. Máskor. Ez neki beszélgetés. Még csak egy hogy vagy, kérlek se. Hé, ifjú pár, veszed fel azt a papírt, az az apró népek háza. Kinek a háza? Apró népek, tündérek, koboltok, érted? Ki ez a hapi, Dennehy? A nagypapánk. Én nem dicsekednék vele. Csak vedd fel a papírt, Urfi, és menj utadra. Láttad, mit csinált? Még ilyen neveletlenséget nem láttam sohasem. Gyertek, srácok. Köszi, nagyapa. Mire ezt a barátságot rendbe hozom, rám egy két év. Ne rám légy mérges, Mikey fiú. Eredj vissza Írországba, odavaló vagy. Várj, Mikey! Ezek nem a barátaid, kisunokám. Úgy van. Helyes. Azt kérted, hogy a rokonaidat hagyjuk békén, Michael Dennehy. De soha egy árva szót se szóltál ezekről a huligánokról. Abba hagyni! Tréfáljuk meg a gyerekeket! Jaj, kik majd keverünk! Látod,
Láttam őket, láttam őket. Szerencsés jó reggelt neked, Michael Dennehy. És ilyen legyen az egész nap. Láttam őket, nagyapa, de komolyan. Tudom, drágám. Ez kell a virágnak. Kontármunka. Ki nem állhatom a festőket, csak villegyi törpét. Ó, ez nem is olyan rossz. Egy nagy lénytől. De el kell egy kis tündér segítség. A virágról van szó, az tündér munka. Nem is olyan rossz. Szigorú voltam magamhoz. Drágám, ne ijeszges. Furcsa dolog történt velem. Hol van nagyapád és Melanie? A parkban! Mikey, mi baj? Megszégyenített Ben Johnson és a barátaim előtt, dilinyós, utálom! Apuka, mi történt? Azok az apró népek egy kis grimbuszt csináltak a parkban, de nem az én hibámból. Azok a ronda, unda koboldok! Igen, mami, láttam őket. Gyere, Melanie, meséld el a mamának. Nagyapa rászólt a fiúkra, Mikey megharagudott rá. Aztán a játszótéren megőrültek. A gyerekek össze-vissza röpködtek. Te láttad a koboldokat? Aha, de most már láthatatlanok. Jól van, drágám. Menj játszani. Nem hiszel nekem, mami, pedig vannak. Hogyne. Elég a kopolt csínyekből, vagy egy dobozban ébredtek egy Írország felé tartó hajó mélyén? Jól, el kellene fenekelni néhány ifjú. Tiszteletlenül beszélnek az öregekkel. Az az igazság, Michael. Nem sok virtus látok az itteni nagy népekben. Nem is olyan rosszak. Csak szükségük van egy kis tündér ráhatásra. Igaza van, fölségednek. Jó szívű népek ezek. Eltévedtek. Ti meg fogadjatok szó. Ne is vitatkozzatok velem, nem érdemes. Nincs több rossz csontkodás, megértettétek? Bocsánat, fölségtek. Mr. Dennehy? Doki! Minden rendben? Igen, semmi baj. Én csak jól vagyok, csak ugye hát nézem a virágokat. De beszélt is, nem? Doki, elhiszi nekem, ha azt mondom, hogy koboldok vannak odafenn. Azt hiszem, nem? Akkor nem segíthetek magán, uram. Meg ne szakadjatok a hahotától. Mi a probléma, Mikey? Semmi. És te jót játszottál a nagyapával, Mel? Aha, láttam a koboldokat a parkban. A gyerekek meg össze-vissza röpködtek. Persze, drágám. Tudom, hogy nem hiszed el, de vannak. Azért, mert nem látjátok őket, azért még léteznek. Hát, roppant különös dolog történt velem ma. Én csak elképzeltem, erre a kép
Varázsütése megjelent a vásznon. Gyere be, apa. Mutatok neked valamit. Ezen a terven dolgozom. Segíthetnél? Én mindenben segítek, Johnny. Én meg rajtad segíthetnék. Gazdag emberré teszlek, apa. Hát, hallgatlak, fiam. Ez meg mi? Ez egy virámpark terve. Ireland Land. Olyasmi, mint a Disneyland, de sokkal jobb. Minden, ami ír, ott lenne egyetlen turisztikai központban. De a Tündérhegyen soha. Apa, ugyan már. Gyakorlatilag az az én földem is. Nem, fiam, amíg meg nem halok. Ez a nagy álmom, apa. Egyszer úgy is felépítem. Azt akarom, hogy te is élvezd az előnyeit, apám. A Tündérhegy az apró népek otthona. És addig, amíg Denei a gondnoka, nem is lesz megrontva. Apa, hallgass meg, kérlek. A te koboldjaid meg tündéreid. Őszintén, apa, egy kicsit aggasztanak minket. Úgy értem, kezdesz öregedni, amikor egy kicsit újra gyerek leszel. Ez teljesen természetes. Azt hiszem, itt az ideje, hogy megenged nekem, hogy én gondoskodjam rólad. Ne aggódj miattam, Johnny fiú. Én képes vagyok az ügyeim intézésére. Nincs szükségem segítségre. És felejtsd el a Tündérhegyi vidámparkot. Az apró népek se engednék meg. Jól mondtad, Michael Delehi. Ez aztán a kobold beszéd. És jól mondta fölséged is. Szóval ez a terved. Ireland Land. Tündérország összes kincsére én nem engedem. Nem, megvédjük magunkat. Nesze, mert tiszteletlen voltál apáddal. És ezt gondolom a régi álmodról. És mert ki akartad használni az apádat? Tanok, mára elég! Sara! Apa! Oh. Ez hihetetlen. Nagyon szépek, nagyapa. Azok, drágám, azok. Tegnap ültettük őket. Hogy nőhettek ki mára? Egy kis segítséggel a Tündér királynőtől. Ó, hagyd ezt, apa, még a kávémat sem ittam meg. Üdv, boys! Jó reggelt! Hello! Szép jó reggelt, Doki! John, beszélhetnék önnel, kérem? Igen, persze.
beleborzongok a látásába is. Elég furcsa figura. Meg kell őszintén mondani, az apjának van némi téveszme. Nekem mondja, igen, vannak ezek a koboldok, meg ilyenek. Ez nem normális még az ő korában. Ha akarja, beszélek vele. Hogy veszélyes-e az állapotja, vagy nem? Az első konzultáció ingyenes, persze. Nagyon lekötelez, Voice, de az öreg sosem menne bele. Gyerekek, meghívtam dr. Wozniakékat ma este vacsorára. Hogy kit? Alig ismerjük őket, John, és mindent megteszek, hogy ez így is maradjon. Az egy gírnyó apa. Na ne mondjátok, csak jobban meg akarja ismerni apát. Ugyan. Miért ne? Talán óvilági szimpátia, gondolom. Figyelj csak, apa. Bocsánat a tegnap estért. Még csak meg sem említem többet. Mintha meg se történt volna. Mit csutyorogtok ki? Semmi, csak apára is rám tartozik. Este sietek haza. Szia. Szia, puci. Én megyek a piacra. Mi meg kitakarítunk, igaz, Melanie? Szerencsés jó reggelt neked, Michael Derehi. Szerencsés jó reggelt önnek is, fölség. Vagy tán szerencsétlen ő alacsonyságának. Nehogy elkezd az idétlen vicceidet. Tudok én barátságos is lenni, csak semmi csiny, kérem. Te kivel beszélgetsz, nagyapa? Hát az apró népekkel. Láthatnám őket, kérlek. Természetesen, örömmel, kislány. Szólíthatsz ő felségének, Tündér királynőnek. Kobold alattvalók, Patrick és Flynn. És? Ő királyi felség, király ő felsége, Dingleder királya, a szent arany őrzője, az erdő ura, Dingleder felsége kemény, a koboldok királya. Mami, mami! Melanie, mi baj van? Tündérek vannak a konyhában, mami. Na, édesem, nem érdekel, mit mond nagyapád, tündérek nincsenek. De vannak, mami, ott! Botticelli tavasz. Nézd, tündérek! Kérem, menjenek már! Elég baj csináltak eddig is. Apuka, kivel beszélgetett? Az apró népekkel, Sarah. Elláttam őket néhány jó tanáccsal. Hadd lássa őket. Rajta, Michael! Mutasd meg, Michael Delehi! Maradjon csendben, gondolkodom! Apuka, kérem, próbáljon megviselkedni Melanie előtt, kérem. Bocsáss meg, Sarah, én mindent megpróbálok, hogy kordában tartsam a koboldokat. Rakjunk rendet a konyhában. Jaj, vigyázz! Vessék, apuka! A 700-át! Mi baj van? Elfogtad! Kit fogtam el? Ő felségét, a koboldok királyát, te vagy a második halandó, aki ezt megtette. Az első persze én volt. Vigyél az apró népekben, Sarah, és engedd azon nyomban szabadon. Ha elfogsz egy koboldot és elengeded, teljesíti három kívánságodat, bizony. Jól van, hiszek az apró népekben. Hol vannak? Menj, szabadítsd ki, amíg még viccnek veszi a dolgot. Oh.
Bemutatom ő felségét, Mévet, a tündér királynő. Hello, ő felsége? Örülünk, hogy megismerünk, kedvesem. Ha szüksége van rám, csak mondja a nevem. És a kiváló koboldok Patrick és Flynn. És bemutatjuk ő felségét, az erdő urát, Dingleberry-től nyugatra. Elvin a koboldok királya. Ó, bocsánat, királyom. Az előbb ott, az véletlen baleset volt. Igen. Baleset vagy nem, elfogtál engem. Nos, a természet és Skiberdi szent törvénye szerint teljesítem három kívánságod. Ó, igen. Kíván $1,000,000, mami. Az jó, de most... Most mindjárt el kell mondanom a kívánságokat. Nem, kívánhatod bármikor, amikor csak akarod. Ó, akkor jó. Nos, azt kívánom, Mikey és John is lássa önöket. Okosat kívántál, és örömmel teljesítem, de a törvények szerint csak akkor láthatnak minket, ha hisznek létünkben. Ráadásul akarniuk is kell. Ó. Ti meg mit csináltok? Kivel beszélgettél, anyu? Nagyapáddal, Mikey. Tündérek, Mikey. Figyelj, Mikey, fiú. Elnézést kérek a tegnapi kiszűrért, de ami elmúlt, az elmúlt. Jó, nagyapa, én is sajnálom. Rendben, tudod mit? Kihívlak egy patkódobó versenyre. Jól van, megyünk. Hey, gyerünk! Rohadt szerencsétlenség. Rajta, Mikey fiú, most te jössz. Jól figyelj, nagyapa. Kitűnő volt. Prima dobás volt. A kezdő mázlia. Szép csúsztatás, Mikey! Mi folyik itt, nagyapa? Tökéletes dobás volt! A koboldok, Mikey fiú, megint megtréfáltak! Persze, nagyapa! Úgy látom, téged is, Mikey fiú. Koboldok. Koboldok, Patrick és Flynn szolgálatodra. Koboldok. Ó, koboldok. Anyu, gyere gyorsan, ezt nem fogod elhinni. És önök ketten, király és a értik házasok? Dehogy vagyunk. Egyféle szűtündér sem megy hozzá egy kobolthoz. És egyféle szű kobolt se venne el egy tündért. Na, a koboldoknak féle szűk sincs. Kezdjük azzal. Anyu, gyere! Hihetetlen dolog történt. Üdvözöllek, ifjú Michael Dennehy. Michael, szólíts csak ő felségének. Ó, Mikey. Látod őket? Flynn! Egy üsünyi víz még el kellene benne. Öregem, apu kifekszik. I don't think
eagles on his shoulder. When he came out and flew that hen again. Oh, the biggest hen again. Oh, the hen he might look at him. He had whiskers on his chin. When he came out and flew that hen again. Oh, the biggest hen again. Oh, Johnny Few! Drágám! Ó, értem már. Szóval íreste lesz ma nálunk. Ez nagyszerű. Így áll bort, drágám. Valami nagyon fontosat kell elmondanunk. Lehet. Vagy majd később. Tényleg olyan fontos, mert Wozniackék bármelyik percben itt lehetnek. Nem, John, ezt meg kell tudnod. Drágám, tudod, koboldok vannak a házban. Nem most, drágám. Te is láthatod őket, John. Csak akarnod kell egy kicsit. Ez igaz, apu. Meglátod, apuci. Majd én kinyitom. Voice, jó estét. Hello, John. Mrs. Wozniack, Isten hozta. Reszünkről a szerencse. Tessék. Üdvözlet! Jó estét! Nos, Mrs. Wozniack. Doktor Wozniack. Ó, bocsánat. Doktor Wozniack. Én is pszichiáter doktor vagyok. Sokkal képzettebb, mint ő. Ugye, fiam? Mondja, Mr. Dennehy, mik ezek az apró népek? Mesél csak el, apa, rajta. Nos, tudjátok ki az apró népek? Közéjük tartoznak a koboldok, tündérek, a törpék, mi több még a manók is. És maga képes látni ezeket a lényeket? Ó, igen, uram. A legjobb barátaim mind olyan apró. Olyá, és amikor látja, miket érez? Hát ez attól függ, mert néha örülök nekik, de néha bosszantanak is. Mi ez a faggatózás? Valami azt súgja, ne bízzak ezekben. Ne, semmi csintevés, ők a vendégeink. Mi történt, Mr. Dennehy? Csak nem most is látja? De bizony, uram, és rosszban zsántikálnak. Nos, mondja meg, nem akarunk semmi rosszat. Ezt a hitetlenségedért, te ostoba fajankó! Elnézést az eszét! Véletlen volt, véletlen. Ön szereti Borsó nagyon. Bocsánat. De ügyetlen, te balkezes. Ó, és a rizs... fenséges. Akkor kapsz még egy kanállal. Oh. Uram, semmi baj? Csak egy idegi izomrángás, semmi más. Esi, egy másik idegi rángás. Hát, most már kell mennünk. Köszönjük szépen. Vacsora volt kiválóság, nagyon. Csak azt javasolom.
azt javasoljuk. Igen. Azt javasoljuk, vitesse egy kórházba, egy hosszabb kivizsgálásra. Paranoiás képzetek kombinálva... Mánia szellemidézése. Ez nagyon súlyos eset. Ja. Mi van akkor, Isten bocsássa meg, ha apa netán megőrül, akkor nekem kell átvenni az üzleteit. A legközelebbi rokona, az lesz legjobb. Ja. A család érdekében is. Talán családi konzultációra szükségük is lehet. Ja. De csak ha akar követő, mi javaslatunk. Még ajánljuk egy jó árat a kórházunkban. Ja. Jó ét. Jó ét. Szóval ezt forralják ellene, ha? Indulás. Szóljunk nekik. Malók, szárnyra fel! Most haragszunk, papi. Nem teheted ezt apukával. Miről beszéltek gyerekek? Ó, kérlek, a manók mindent elmondtak. Nagyapa, nem bolond! Tényleg itt vannak a koboldok! Májki, menjetek fel és feküdjetek le gyorsan. Halljam, John! Mi ez az egész Ireland Land? Drágám, ez csak egy vidám park, egy ötlet. Épp ezen dolgozom. Ireland Land? A leghülyébb név, amit csak hallottam. Bezárhatsz a Dili házba és eldobhatod a kulcsot. De ha ártasz a tündérhegynek, nem csak az apró népek kelnek ellened. Magadra haragított Finvarát is, a halottak királyát, és vele minden gonoszt. Jól van, értem. Nyertetek. Felejtsétek el az egészet. Igazán, John. Igen, igazán. Köszönöm, Johnny, helyesen döntöttél. Ó, szeretlek, John. Akarod látni őket most? Nem. Már megbocsássa a fölséged, de ezt itt én festem. Ó, bocsánat. Azt hittem, örülsz a tündéri segítségnek. Örülök, igazán. Apa, felmegyek a Wilson hegyre, megnézek ott egy földet. Van kedved velem jönni? Johnny, szeretnék. Régóta nem mentünk el kettesben. Na és mi lesz velünk? Mi is szeretnék megismerni az országot. Jól mondta felséged. Hallgatni arany. Most csak én megyek el Johnnyval. Vihar készül. Csak nehogy essen is. Jöhet már az eső, ha nem lyukas a tető. Kösd be magad, apa. Szent hobogott itt a póka! Micsoda? Mi? A póka! A lidérc, aki rontást hoz az utazókra. A hangja. Hallod a hangját? Nincs komoly baj, apa. Az égszínnyi korog. Még áll is le, Johnny! Hallod, hogy üvölt a bensi? Mi ez az aj? Halljátok, üvölt a bensi! Egy szerettünk meg fog halni! John Delehi halálos veszélyben van! Apu, ne! Vissza!
hallottuk a bensi üvöltését. Mi kell még neked ahhoz, hogy higgy benne? Johnny, kérlek, egyikünk halálos veszélyben van. Nyugi, apa, ne kezdj el nekem itt hisztizni. Ez nem sétakocsikázás, ugye, Johnny? Mégis hová viszel, fiam? Ott majd segítenek rajtad, apa. Kitalálják, hogy mi zavart meg téged. Na, ami engem zavar, az a makacságot. Kocsok, kocsok, kocsok! Hol vannak? Sihess, Szára! Most minden perc drága! Megvan! Vigyél tejet a gonosz szellemek ellen! Jól van! Normál vagy pasztőrözött? Tehén tej! Mi a fene ez a hang? Há, a hűtszázát! Finvara és a gonosz szellemek! Apa, bolondokat beszélsz! Gyorsan, lányok! Igyekezzetek! Ő felsége! A második! Senkinek se esen semmi baja ma! Nincs elegendő erőm legyőzni Finvarát, de mindent megteszek, lányom! Jól mondta fölséged! Királyi mondás! Manók, szárnyra fel! A fene történik itt! Állj meg, Johnny, vagy vége az életed! Johnny, vigyázz! Itt a búka! Hol? Én nem látom semmit! Semmi baj, fiam. Na, de apa, semmi bajod? Kutya bajom, a körülményeket figyelembe véve, Mikey. Mozduljatok, másszatok már ki! Nem tudok, beszorultam. Nem megyek sehova, amit Finvára el nem megy. De muszáj, különben elkapnak! Ki, Mikey? Miket beszélsz össze-vissza? Finvára is a gonoszok. Aj, hagyjátok már ezt. Elég rossz ez a reggel, nem kell még ez is. Kapaszkodj apádban, Mikey! Kapaszkodj teljes erődből! Mi folyik itt, apa? Finvára kéri a jussát! Segusi! Mikey, fuss! Nem, apu! Nem engedem, hogy elvigyen! Szeretlek, apu! Én is szeretlek, fiam! Rajta! Segítsetek! Tehát nem hisz a létünkben! Miért vigyük a vásárra a bőrünket? Sajnáljuk! Nem avatkozhatunk bele Finvara ügyeibe! Fogd őt, Mikey fiú! Most már csak te mentheted meg őt! De meg kihez beszélsz, Mikey? A manókhoz, apa! Hinned kell a létükben, kérlek! Hisz látod Finvarát! És hogyha látod a gonoszt, látnod kell a jót is. Higgy bennük, apu. Ígérnek, hogy nem bántod a földjüket. Csak ezt kérik.
jól van, hiszek a manókban, látni akarom, gyorsan! Ideje, hogy kinyílt a szemed, te nagy szamár! Léteztek? Persze, hogy létezünk! Komoldok vagyunk! Jól van, bocsánatot kérek! Megígérem, Tündérhegy az apró népeké, örökké! Úgy legyen hát! Megszabadítalak Finnvarától! Finnvara! 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 Én szólítalak, gonosz! Kevin a kobolnok királya! Elég a sikolyokból! És halld meg szavam! A halandó John Denehy békén hagyja a Tündérhegyet, és parancsolom, a Tündér szövetségtől kapott hatalmammal, hogy ezen minutában engedőd útjára, most és örökké. Bátor fiú, jó van, köszönöm, fiat. Gyere, Johnny, gyere, majd segítek, gyere. Mikey! Sarah, ne! Mi van, megőrültél? Elűzöm a gonosz szellemeket, Kevin király tanácsolta. Néhány órai sajtot ehettek rólam. Sajnálom, édes, de nem akartam nekik esélyt adni. Köszönjük! Ne nekünk. Az ifjú Mikey volt, aki megmentette. Sosem kételkedem többé. Kívánom, hogy ilyen szeretetben éljünk. Ez a harmadik. Úgy lesz. Szivárvány! Pompás ötlet volt, Sarah drágám, hogy egy kis tündérvarást is adtál hozzá. Ez itt egy kobolt szobrász remek mű. És nincs szükség semmiféle tündér humbugra. Boldvarázsám. Nem én voltam. A gyerek ilyen ügyes. Láttam a púkát, a fekete ménként megjelenő lidérce. Hallottam Finnvara sikolyát, a halottak királyát, amint elrepül a gonosz szellemek élén. Ezek a kövek így állnak már itt 5000 éve. Védik a koboldok otthonának bejáratát. Jöjjön! Hallgassák csak! És talán meghallják, hogy mulatnak, muzsikálnak a kobold.